kizárólag adminisztrációs időnek kellett eltelnie, amíg a végére jutottunk a dolgoknak. Azt gondolom, hogy a megállapodás körüli tárgyalásokkal nem volt különösebb probléma. Mind a két félnek az első perctől kezdve az volt a szándéka, hogy hosszabbítsunk. Természetesen ez az kellett, hogy a megbeszélések előtt a szakmai stáb vezetője, Csertő Aurél, megerősítse azt, hogy hosszabb távon is számít Daninak a játékára. Örülök neki, tehetséges, jó futballistának tartom. Tehát ő is már futballra tud koncentrálni, lerendezettek a papír dolgok. Tehát úgy érzem, hogy tud ennél jobb teljesítményt, és el is várok tőle jobb teljesítményt, amit legutoljára nyújtott. Ezért is kötöttünk vele szerződést, bízunk benne, egy tehetséges fiatal játékos. Nagyon nagy megtiszteltetés ez nekem, hogy az edzők és a stáb, az igazgató úr, tulajdonos, hogy számítanak rám továbbiakban. Mindent megpróbálok megtenni annak érdekében, hogy az Eto sikeres legyen. Eddig is úgy gondoltam, hogy maximálisan tettem oda magam. Itt a bajnokság vége fele talán volt egy kis formanyatlásom. Sajnos kikerültem a csapatból, de hát ugyanúgy próbálom tenni a dolgomat tovább, hogy visszakerülhessek, és azt a formát bizonyítani, ami volt a bajnokság elején.